A spanyol képviselőház felfüggesztett négy frissen megválasztott katalán képviselőt. A négy szeparatista politikus a 2017-es alkotmányellenesnek tartott függetlenségi népszavazással kapcsolatban van előzetes letartóztatásban, de szavazóik így is megválasztották őket. Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras és Jordi Sánchez csak a kedden tartott képviselői eskütételre kapott kimenőt a börtönből. Ha a négy felfüggesztett képviselő nem mond le, akkor helyeik üresen maradnak a parlamentben. Ez pedig egyszerűbbé teszi a kisebbségben kormányzó Pedro Sánchez miniszterelnök dolgát.